Nézd még valaki weboldalakat 2023-ban. Na mindegy. Sziasztok és üdv újra a csatornámon! Elkészült a vadonatúj honlapom, és kinyitott a shop is, úgyhogy erről mesélek most egy kicsit nektek, és megmutatom a termékeket is. Tudom, hogy most boomernek tűnök, de higgyétek el, hogy az én szakmámban igenis fontos egy weboldal, mert hogyha nincs, akkor biztos vagyok benne, hogy valaki szóvá teszi, és jó is az, hogyha össze van szedve minden információ egy oldalon. 15 évvel ezelőtt készítettünk egy egyedi websájtot, és egy kicsit elhanyagoltam az utóbbi időben, mert a többi social felület átvette az irányítást, és igazából mindenki azokon tájékozódik. De persze nyilván fontos, hogy a szervezők, az újságírók, a külföldi szervezők megtaláljanak. Nekik bizonyos információkra szükségük van, ami sokkal hitelesebb forrás, hogyha egy honlapon megtalálható. Na most ezt a honlapot átköltöztettük, és egy teljesen újat hoztunk létre. Ebben a Blue Mood Design volt a segítségemre, akiknek ezúton is nagyon-nagyon köszönöm a megkeresést, és nem reklám, ez csak ajánlás, hiszen fizettem érte. Mindenkinek szívből ajánlom őket, mert nagyon profin dolgoznak, majd a leírásba leteszem őket is, hogy megtaláljátok. Kitartó munkával felkerült 20 plusz év. Az összes lemez, mondanám, hogy az összes dal megjelenés, de igazából csak azok, amik a nevem alatt vannak, illetve vadi új termékeket is tettünk fel, mert ahogy mondtam, elindult a shop is. Igyekeztem egy letisztult, átlátható dizájnt választani, és azt hiszem, hogy ez sikerült is. Azt remélem, hogy nektek is nagyon kellemes lesz majd böngészni ezen az oldalon. De most lássuk, hogy milyen is lett az oldal. Ha beléptek a kezdő oldalra, találtok egy biográfiát. Ez alatt a híreket, ami mindig frissülni fog majd. A jelenlegi aktuális hír, hogy december 10-én 10 órától találkozhattok velem a Zugcaféban. Viszem a lemezeket, termékeket, beszélgethetünk, lóghatunk együtt egy kicsit, úgyhogy sok szeretettel várlak benneteket. Ez alatt az aktuális koncerteket találjátok, ahol szintén találkozhatunk személyesen, majd a shopot, de ezt majd külön is megmutatom, a tanítás menüpontot, és persze a hírlevélre feliratkozást is. Gondolom nem árulok el nagy titkot, hogyha azt mondom, hogy az Insta és Facebook posztok nem igazán jutnak el az emberekhez már, hirdetés nélkül nyilván, még igazából a követőkhöz sem, vagy csak alig-alig, úgyhogy nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy ha szeretnétek értesítést kapni a koncertekről, az aktualitásokról, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a hírlevélre, mert így biztosan e-mailben meg fogjátok kapni, bár egyébként mondjuk a Gmail eléggé huncut, mert sokszor spambe teszi a leveleket, de még így is nagyobb az esélye, hogy valahogyan megtaláljátok, mintha letemetődik a poszt, és nem találkoztok vele a social felületeimen. Úgyhogy szeretettel várlak benneteket, legyetek ti is a kis közösség tagja, és iratkozzatok fel a hírlevélre, hogyha a honlapomon jártok. Ráadásul állandó kedvezményekkel is kedveskedek a feliratkozóimnak, úgyhogy találkozzunk ott is. Az oldal tetején találjátok a menüpontokat, itt is elérhető a biográfia, ahol rólam olvashattok, a hírek, megtalálhatjátok a projekteket, ami inkább a koncertszervezőknek praktikus, minden projektnél láthatóak a zenészek nevei, bele lehet hallgatni az adott zenekar dalaiba, felvételeibe. Ez mondjuk a rajongóknak is érdekes lehet. A zene menüpontban értelemszerűen minden a nevem alatt kiadott kiadványt megtaláltok klippekkel, vásárlás linkekkel együtt. Az egyéb közreműködéseimet nem töltöttem fel, mert rengeteg már így is az információ, ezeket a YouTube-on úgy is meg lehet találni. Itt újra láthatjátok a koncerteket, mindig az aktuális havi bontást, és így mindig egy hónapra előre láthatjátok, hogy éppen merre járunk, láthatjátok, hogy ingyenes egy koncert, vagy belépőt kell vásárolnotok. A tanítás menüpontban igyekeztem kicsit mesélni, és egy linket is beágyaztam, ha valaki bővebben hallgatná a történetem. Itt fel tudjátok venni velem a kapcsolatot, ha szeretnétek nálam tanulni. A galériába felkerült néhány sajtó és koncertfotó, de persze érdemes az Instán követni, ha több fotóra is kíváncsiak vagytok. Elérkeztünk a legizgalmasabb részhez, a shophoz, ahol végre a lemezek mellett a mörcsöket is megtalálhatjátok, és egy szuper újdonság is felkerült, az ajándékutalvány. A lemezeket egy kivételével mind megrendelhetitek, a mörcsöknél a cikcakkal közös printjeinket és a Green Bay Candle-lel közös szójegyártyánkat találjátok. És ahogy említettem már, felkerültek a printek végre. Ezeket Cikkely Panni fantasztikus alkotó készítette az én dalaimból kiragadott részletek alapján. Erről találtok egyébként egy videót, és ott egy kicsit jobban bemutattam Pannit is, de most is megmutatom nektek ezeket a printeket egy picit közelebbről. Ugye az egyik legfontosabb dalom, ami talán a legnagyobb utat járta meg, az a You're Gonna Rise. Ehhez egy ilyen csodaszép
napfelkeltés képet álmodtunk meg. Aztán ebből a dalból kiragadott sor a You Have to Believe in This Journey, nem tudom mennyire látszik, egy gyönyörű hosszú hajú lány, akinek a hajából rajzolódik ki az út, amin jár. Ezt nagyon-nagyon szeretem. Aztán a Ne nézz visszából a Csak előre idézet, amin ott bandukol egy pár kézen fogva. Aztán a Believe című dalból az I Believe in You and Me, erről szerintem nem kell túl sokat elmondanom. És egy nagyon aktuális dal, mi lenne a közös karácsonyi dalunk, a Jó lenne, ha itt lennél. A grafikában nem annyira jelenik meg a karácsony, inkább csak a vágyakozás egy másik után, ahogy a lány egy felhőről lógatja azt a kis szívecskét. Nekem nagyon-nagyon tetszik, és bár sötét lett, és egy ilyen borongós, kicsit éjszakai képet idéz, vagy egy égboltot, mert ott körülötte vannak csillagok, de mégse szomorú, hanem olyan, mintha csak hiányolna valakit, akit nagyon-nagyon szeret. Úgyhogy ezek a printek, amiket Panni rajzolt nekem, és ezúton is nagyon-nagyon köszönöm. Panniról is minden információt le fogok tenni a leírásba, hogy megtaláljátok, mert érdemes, és nézzetek szét majd az ő shopjában is, mert csodálatos alkotásai vannak. Bögréktől a printekig, kerámiákig nagyon sok mindent találtok. Aztán a másik nagyon-nagyon fontos merch, ami megint csak egy dalomból kiragadott sor, a Kedves nyár elmúlt el, ami bár egy őszi illat, de mivel fűszeres, kardamomos, fahéjas sütőtök, imádom, ezért én abszolút most is égetem, mert annyira passzol a karácsonyhoz is, hogy szívből ajánlom ezt is nektek. Akár mostanra megvásárolhatjátok, akár későbbre, de azt gondolom, hogy jövőre is biztos fogok még öntetni belőle ildiékkel, úgyhogy ezt a csodát ajánlom nektek, és azt is, hogy a Green Bay Candle-nek nézzetek utána, majd az ő elérhetőségüket is leteszem a leírásba, és a karácsonyi illatokat is mindet szagoljátok meg, mert fantasztikusak. És ahogy már említettem, egy szuper újdonság is felkerült a shopba, ez egy ajándékutalvány. Ez elsősorban azoknak szól, akik maguknak vagy másoknak szeretnének énekórát, vagy mentorálást, zenei karrierépítési tanácsadást ajándékozni, nem csak karácsonyra érdemes, ez bármikor jól jöhet, hogyha valakit szeretnétek meglepni. Ha tudjátok, hogy mondjuk szeretne elkezdeni énekelni, vagy nagyon-nagyon régi vágya, de nem meri megtenni az első lépést, akkor akár ti is megtehetitek helyette. Minden évben egyébként vannak, akik megkeresnek ezzel, hogy szeretnének ajándékba adni énekórát. Emiatt gondoltam, hogy most már időszerű fizikai formát öltsön ez az ajándékutalvány, úgyhogy ezért készült el most. És akkor is ér egyébként megrendelni, hogyha csak magadnak szeretnél örömet szerezni, vagy szeretnéd, hogy egy kicsit kőbe legyen vésve, hogy mindenképpen összeszed a bátorságodat, és énekórára menj, mert tudjuk, hogy az ember nagyon szereti halogatni ezeket a fontos lépéseket, és csak az utóbbi időben legalább 10 olyan ember írt rám, aki már nagyon-nagyon régóta fontolgatja, hogy elmegy egy énektanárhoz, és énekelni kezd, úgyhogy ha esetleg te is ezen töröd a fejed, akkor neked is szívből ajánlom ezt. Úgyhogy most ezt az ajándékutalványt is meg tudjátok rendelni, és kipostázom nektek, de mindenképpen írjátok meg, hogy kinek a nevére szeretnétek, hogy kiállítsam, és ott a shopban be tudjátok állítani, hogy énekórát vagy tanácsadást szeretnétek, hány alkalmat, és aztán értelemszerűen én megeljuttatom hozzátok, és oda tudjátok adni, vagy betehetitek a fa alá. Emellett persze minden terméket szívből ajánlok nektek karácsonyi ajándékként, és tudjátok, hogy ha egy kis vállalkozótól vásároltok, akkor azzal őt támogatjátok a munkájában, és építitek az ő álmát, úgyhogy ne csak tőlem, hanem minden más magyar vállalkozótól nézelődjetek, és vásároljatok, ha tehetitek karácsonyra. Lesznek még olyan alkalmak, amikor találkozhattok például Pannival is a Zugműhelyben, december 15-én még lesz egy vásár, valószínűleg én is elmegyek, tehát ott is lehet találkozni, és december 10-én vasárnap 10 órától pedig a Zug Caféban leszek, elviszem magammal a termékeket, úgyhogy ha dedikáltatnál, vagy vásárolnál, vagy csak meginnál velem egy kávét és beszélgetnél, akkor gyere és találkozzunk, mindig nagy öröm, hogyha találkozhatok veletek. Ez lett volna ez a kis weboldaltúr, remélem tetszett, hogyha igen, akkor megköszönöm, hogyha lájkolod ezt a videót, kellemes adventi készülődést kívánok, és találkozzunk egy következő videóban.